Folyamatosan csörög a telefon ebben a nyíregyházi rendelőben, a házi orvos pedig a laptopja előtt ülve néhány kattintással meg tudja tekinteni az adott leleteket. A koronavírus járvány hatására kényszerűségből került be a napi gyakorlatba az úgynevezett telemedicinális ellátás, vagyis a betegek és a kezelő személyzet között már nem csak telefonon és személyesen, hanem elektronikus úton is fel lehetett venni a kapcsolatot. Ez megkönnyítette az orvos és páciens közötti kommunikációt, a dokumentumok elérhetőségét, sőt a fertőzések tovább terjedését is megakadályozta. Korábban erre semmiféle lehetőség nem volt, igazából nem tudta a beteg azt, hogy milyen gyógyszer van felírva neki. A leleteit gyakorlatilag csak papíralapon kapta meg sokszor, és a kezelő orvosként is nehéz helyzetben voltunk. Sokszor igazából különböző felületeken, a kórháznak volt egy informatikai rendszere, oda volt a háziorvosoknak elérhetőség, és meg tudtuk nézni a leleteket, de ez külön mindig be kellett menni, le kellett töltögetni az adott beteg esetében, hogy milyen leletek születtek nála, és már az nagy lépés volt, amikor ezeket a leleteket gyakorlatilag be tudtuk tölteni a háziorvosi rendszerünkbe, és a háziorvosi rendszerben, medikai szoftverben tudtuk megnézni, hogy milyen leletek készült az adott betegről. Ehhez képest nagy előrelépés volt a elektronikus szolgáltatási térnek, az EST-nek a megjelenése, ugyanis oda gyakorlatilag most már tényleg, hát jó ideje minden közfinanszírozott és magánszolgáltatónak is fel kell tölteni a született leletet. Ha tehát valaki elmegy egy magánrendelésre, akkor most már akár több évre visszamenőleg azokhoz a leletekhez is hozzáférhet a házi orvos. Ez nagyban segíti a kiírt kezelést. De nem csak a házi orvos, hanem a beteg is bármikor elérheti a vele kapcsolatos dokumentumokat. Az EST-t kiegészítő egészségablak alkalmazás számos egyéb hasznos funkcióval segíti a betegeket. Az egészségablak applikáció az letölthető androidos és iOS Apple telefonokra is, és bátorítok is minden páciens, mindenkit, akár beteg vagy sem, hogy töltse ezt az alkalmazást, mert nagy sokat tud segíteni. Első alkalommal van szükség egy ügyfélkapus azonosításra, tehát ügyfélkapus jelszó azonosító kell hozzá, hogyha ezzel nem rendelkezik a páciens, akkor ezt meg kell, hogy igényelje a kormányablakba, de egyszer kell ügyfélkapun azonosítani magát, és aztán utána azt követően már csak be tud lépni az alkalmazásba. Az alkalmazáson belül elég sok minden funkció volt már eddig is. Ugye az alkalmazás és az EST felület, ennek van egy lakossági portálja, ez egy webes felület, és az applikáció, ami egy kicsit már szofisztikáltabb. Az applikáció segítségével most már időpontot is lehet foglalni a járó beteg ellátásban. Ez nagy segítség, hiszen korábban az időpontfoglalás hogy ment, az adott kórház vagy szakrendelőnk a telefonszámát próbálta mindenki ostromolni, vagy pedig a kartonozóba elsétált, és akkor kapott egy időpontot, hogy akkor mikor tud szakrendelésre jelentkezni. Most van egy központi időpontfoglalós telefonszám, ez a 1812, ezen is tud a beteg időpontot foglalni magának, de van az applikáció, amint végigmenve gyakorlatilag az első szabad időpontot látni fogja, tudja magának foglalni, és ez nagy könnyebbség. Elsősorban a beutaló nélkül igénybe vehető szakrendelésekre lehet időpontot foglalni, tehát olyanokra, mint a bőrgyógyászat, fülorgégészet, sebészet, urológia, nőgyógyászat és mindezek gyerekrendeléseire. Az egészségablakban elérhető szolgáltatások között továbbá megtalálhatók a digitális COVID-igazolványok, a várandós gondozási könyv adatai, a házi orvos vagy a legközelebb lévő gyógyszertár adatai, sőt A-tól Z-ig 1900 tünet és betegség közérthető, pontos és hitel leírása is olvasható.